Nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit a Kisvakond csatornán. A mai tematika egy olyan tematika lesz, amit itt hát már láthatunk is, hogy hogyan is lehet fákat, gyümölcsfákat, ö, fásszáró növényeket gyökeresztetni. Erről mesélném el az én saját tapasztalataimat, abban a reményben, hogy lesz olyan, akinek ez segít. Ugye, ami a képen láthatunk, az egy gyökeresztető edény. Ebben lényegében kísérletképpen azért, hogy megmutassam a nézőknek is. Elindítottam 18 január 18-án néhány veszőt gyökeresztetni. Amiben gyökeresztetek, azt ugye videóban mutattam, ez egy alulról melegített, fűtött, ilyen fűtőmatracra helyezett tálca, amit megtöltöttem egy anyaggal, amit kevésbé ismernek azok az emberek, akik hát kevesebbet kertészkednek, és ez az anyag, ez nem más, mint a tőzeg moha. Ugye ez tőzeg lápok növénye, ami ugye szárítva vásárolható. Ez van benne csak, nincs benne más, és ugye ebben gyökereztetek néhány olyan fát, ami nekem rendelkezésemre állt január közepén. A veszőket január közepén szedtem le, nagyon nagy fagyok közepette, és csak azért gyökeresztetem őket, hogy ezt a videót elkészítsem. Nem állt szándékomban most a szaporítás, tényleg szigorúan ö, tapasztalat megosztás céljából készítem ezt a videót. A gyökeresztetésről, ha szeretnénk beszélni, akkor el kell mondanunk, hogy a legtöbb, nem mindegyik, de a legtöbb fásszáró növényt lehet vegetatívan szaporítani. Ez azt jelenti, hogy nem magról. Jelen esetben például dugványok készítésével és dugványozással hozzátartozik a dologhoz az, hogy sikeresebb szokott lenni az úgynevezett léggyökeresztetés. Erről nagyon sok videót lehet találni, talán majd én is készítek egyszer. De maradjunk mi a hagyományos dugványozásnál, ugyanis itt van a tavasz lassan, az emberek metzeni fognak, és meccéskor egy csomó veszőhöz jutnak, és biztos vagyok benne, hogy tíz emberből, nem tudom, nyolcnak megfordul a fejében az, hogy azt a bizonyos levágott veszőt, amit például a szomszédtól meg lehet szerezni, vagy egy baráttól, ismerőstől, hát azt lehet-e szaporítani, lehet-e belőle fát készíteni. Nos, ismétlem, a legtöbb növényből lehet, de nem mindegyikből. És van, amiből könnyen lehet van, amiből nagyon nehezen lehet. Akkor vegyük sorra azokat az információkat, amik szerintem segítségére lehetnek azoknak, akik ilyesmit szeretnének most gyökeresztetni. Induljunk először is a gyökeresztető közegből. Én azt tapasztaltam az évek során, hogy a gyökeresztetésre igazából négy közeg ad majdnem optimális feltételeket. Az egyik az nem más, mint a homok. Az egyszerű folyami homok, lehetőleg kicsit kiöblítve mosott folyami homok. A másik ilyen anyag, azt ide is hoztam, hogy meg tudjam mutatni, az ez. Ezt úgy hívják, hogy perlit. Ez lényegében egy kőzetből előállított, nagyon-nagyon puha anyag. A harmadik anyag az a tőzeg, ezt meg lehet kapni, lényegében a virágföldeknek is alapja szokott lenni. És a negyedik az a tőzeg moha, amit én használok. Ugye volt erről videó, ahol én összemértem ezeket az anyagokat, hogy melyik hoz jobb teljesítményt, és számomra egyértelműen ez volt a legjobb. Ezt a tőzeg mohát egyébként több célra felszokták használni, például ö, használható terráriumokba, hüllő terráriumokba, nagyon sokan tartanak otthon kígyót, békát, mindenfélét, Na most, hogyha ezek ilyen egzotikus, őserdei állatok, akkor nedves levegőre van szükségük és olyankor a teráriumba szokás ilyen tőzegmohát betenni, mert ez ha egyszer megnedvesedik, akkor hetekig nedves marad és párásan tartja a levegőt, ami jót tesz az állatoknak. Ezért például én is ez idáig kisállatkereskedésekbe szereztem be a tőzegmohát. Hát most már a kisvakond webshopban is kapható lesz. A másra is használják, például orchideáknak a talajába szokás még belekeverni, mert nagyon jó nedvesség megtartó képessége van, és akkor az ilyen problémás orchideákat rendbe teszi, illetve bonszáj, ilyen törpefák alá is ezt az anyagot szokták használni. Na most tehát négy anyag van, homok, perli, tőzeg, tőzek moha, és akkor ez vagy ezek keveréke mindegyik tökéletes. Na most beszéljünk egy kicsit a veszőkről, hogyha gyökeresztetni akarunk egy fásszáró növényt. Ez a háromféle veszőt használhatunk. Használhatunk olyan veszőt, ami teljesen meg van már fásodva. Ezt ugye fás dugványozásnak hívják, és jellemzően az olyan fákat, amik később alanyai lesznek egy oltásnak, tehát amire ráoltanak majd később egy nemest, azt gyakran indítják így. Tehát nem magról, hanem dugványozással. Például a mirabolán alanyokat, ugye a mirabolánt ismerjük, a, általában a magyarul fosókának, vagy fosószilvának nevezzük, nagyon gyakran használt alany, amire ráoltanak különböző növényeket, vagy a birs, a szintén nagyon jól dugványozható, vagy akár a ribizli, ha más, más fásszáróakról akarunk beszélni. Tehát ezek a fásszáró dugványok, ezek jellemzően akkor működnek jól, hogyha a hosszúságuk 15 és 30 cm közötti. Most vannak az úgynevezett félfás ö, dugványok. Ide hoztam mintának, kimentem a kerbe. Az a baj, hogy most az éjszaka nem igazán felel meg annak, hogy be tudjam mutatni, meg a fényviszonyok, meg főleg nem felelnek meg. De a félfás dugvány azt jelenti, hogy olyan egyéves, Veszők. Tehát ez azt jelenti, hogy tavasszal indul meg egy ilyen vesző, és akkor késő ősszel fogom levágni ahhoz, hogy dugványozzak vele. Tehát egy ilyen egy szezonban nőtt vesző, aminek az alsó ág felőli része már elkezd fásodni, de a vége még zöld. Na ezt hívják félfás dugványnak, hát ugye ez már teljesen elfásodott, hiszen már a tél végén vagyunk. De a félfás dugvány is nagyon jól működik. Azt jellemzően ugye szeptemberbe szokás leszedni, ugye az, az évben nőtt veszőt levágjuk, és az alsó félfás részéből készítünk egy dugványt. Jellemzően a félfás dugványt ugyanarra a méretre szokás vágni, tehát ilyen 15-30 cm közötti méretre szokás levágni. És általában ugye szeptemberben vagy akár a szabadföldbe is le lehet szúrni, vagy beltéren, vagy fóliába lehet belőle létrehozni egy növényt. Na most a zöld dugvány lenne a harmadik és egyben utolsó lehetőség, amikor is ö, nyár közepén, jellemzően június és július hónapokban levágunk egy ö, zöld veszőt a fáról, és azt dugványozzuk el, hogy aztán szaporítsuk. Most ezekről tudni kell, hogy a növény, amíg zöld, addig nagyon kevés benne a tápanyag. Tehát a növények elraktároznak tápanyagokat önmagukba. Télen, amikor le van kapcsolva idézőjelben a működése egy növénynek, akkor lényegében azt éli fel, amit nyáron elraktározott. És ez az elraktározott elemózsia, ez lényegében szénhidrát. Na most, amikor még zöld a vesző, akkor természetesen még nincs benne, tehát még egy szezon közepén vagyunk, nincs benne annyi szénhidrát, mint egy fás veszőben. Ezért aztán a zöld dugványozáshoz jellemzően ö, kicsit hosszabb veszőket szoktunk használni, hogy legyen benne azért annyi tápanyag, hogy ki tudjon nevelni egy gyökeret. Tehát jellemzően ö, zöld dugványnak már egy 15 centis darab nem felel meg, ennél hosszabbat ilyen 25-30 centis veszőket szoktunk használni zöld dugványozásra. Na most pont azért, mert nincs benne elég tápanyag, nagyon fontos, hogy a zöld dugványt, hogyha levágjuk június-júliusban, és el akarjuk dugványozni, hagyjunk rajta levelet. Nem sokat, egyet-kettőt, akár azt is el lehet vágni kettőbe, hogy egy fél levél maradjon csak rajta, tehát minél kevesebbet párologtasson, de azért valamennyire működjön benne a fotoszintézis, és termeljen szénhidrátot, hogy kibírjon nevelni egy gyökeret, mert hogyha egy mesztelen zöld veszőt próbálunk ledogványozni, ledugványozni és gyökeresíteni, hát túl sok sikerre ne számítsunk. Na most vannak olyan fák, amik könnyen gyökeresednek, és vannak olyan fák, amik hát nehezebben. Ha fel kellene sorolnom néhány könnyen gyökeresedő fát, akkor például azt mondanám, hogy a Füge. Vagy azt mondanám, hogy a fűszfa. Vagy azt mondanám, hogy a tuja. Vagy esetleg a nyárfa. Vagy, ö, vagy az eperfa. Vagy bizonyos szilvafák. Esetleg ö, cserjékből, tehát bokros növényekből mondjuk, ö, mondjuk az aranyvessző. Ö, az egy nagyon könnyen, vagy az eperfa, nagyon könnyen gyökere Na most, eh, ahhoz, hogy jól gyökeresedjen egy valami, ahhoz eh, ugye, meg kell indítson egy sejt burjánzást egy bizonyos ponton. Na most vannak olyan növények, mint például a tuja, ami erre képes nagyon könnyen. De vannak olyan növények, amik nehezebben tudnak ilyet elindítani, és ilyenkor létre kell hoznunk egy sebzést. A sebzésnek mi a lényege? Ezt szeretném meg is mutatni. Tehát, ha vesz fogok egy darab veszőt, és arról lemetszek egy darabot, legyen most a mi példázatunkban ez a vesző a gyökeresedésre szánt vesző. Az alsó rügy alatt körülbelül 1 cm-re ejtünk egy teljesen egyenes metclapot. És ilyenkor az alsó részét a veszőnek meg szoktuk sebezni, mégpedig úgy, hogy lényegében 2-3 rovátkát Húzzunk rá, illetve az alsó ügyet megvakítjuk. Miért kellett ez a sebzés? Nagyon egyszerű. Azért, mert ezekben a növényekben hormonok vannak. Ezek a hormonok, ha sebzés történik a növényen, akkor képesek arra, hogy elindítsanak bizonyos sejteket, amik itt vannak a sebzési ponton, és arra serkentsék ezeket a sejteket, hogy elkezdjenek ok osztódni. Na most a hancs alatt van egy vékony réteg, amit úgy hívnak, hogy kambium. A kambiumban levő sejtek képesek erre az osztódásra, és ők tudnak létrehozni lényegében például gyökeret is. Na most, ha valahol megsebzem, akkor ez a hormon beindítja a kambiumot, és ott elkezdenek osztódni a sejtek. Ennek az lesz a következménye, aki már gyökeresztetett, az tudja, hogy így megduzzad ez az egész hiszen osztódnak a sejtek, és a sebzési részen megjelenik egy kitüremkedés, illetve jellemzően ilyen, ö, hát sebszerű, jellemzően fehér színű ö, valami, amit úgy hívunk, hogy kallusz. A kallusz az lényegében olyan, mint az emberi bőrön levő seb. És ha ez a kallusz már megjelent, akkor már majdnem biztos, hogy gyökerünk lesz a vesszőn, mert ugye az alatt már fejlődnek ki a gyökerek és törnek elő. Tehát a sebzésre azért van szükség, hogy a hormonokat ö, oda csaljuk erre a részre, hogy beindítsák nekünk a lényegében a kambiumot és elkezdődjön a kalluszosodás. Na most ezeket a hormonokat úgy hívják, hogy auxin. Ilyen auxin hormont lehet vásárolni is. Én is szoktam használni. Ad az igazság, hogy minél olcsóbbat veszünk, általában annál gyengébb minőségű. A fás dugványok esetén, most mondok egy márkát, aztán egy elég drága márka, ami nekem bevált, és ez nem reklám, semmi, 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 semmi közöm nincs hozzá, még csak a kis vakon webshopba se kapható, ezt úgy hívják, hogy Clonex. Ez a neve. C-vel írják, Clonex. Nekem ez nagyon bevált. Ugye ez beindítja itt, a, a ugye auxint juttatunk a zónába, beindítja itt a sejt burjánzást, és akkor nagyon hamar lesznek gyökerek. Na most mi van, ha nem használunk hormont? Hát minimum az az időszak, amíg itt a sebzés helyén megjelenik, ugye a, a, ez a bizonyos kallusz, tehát a kalluszosodás beindul, az minimum egy 5-6-7. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan 35-40 nap ennyi kell ahhoz, hogy itt létrejön ez a fehér színű, sebszerű valami, amit kalusznak hívunk, és az alól aztán kezdjenek kitörni gyökerek. De ez csak akkor igaz, hogyha a vesszőnket akkor vágtuk le. Ugye mikor lehet vesszőt szedni? Hát vesszőt szedni lényegében Ö, említettem, hogy zöld dugványozás esetén június-júliusban lehet, hogy azt azonnal el is kell akkor dugványozni, de jellemzően az emberek inkább fás vagy félfás dugványt szoktak használni, de most tudni kell, hogy a, hogy a félfás vagy fás dugványokat lényegében a szeptembertől márciusig bármikor lehet szedni. Tehát nem igaz az, hogy csak szeptemberben az jó eldugni, amit leszettem szeptemberben, és bár tároltam valahol, ez nem igaz. Lehet januárba is, februárba is, márciusba is. Tehát szeptembertől márciusig bármikor szedhetünk le veszőt, az képes lesz a gyökeresedése. Csak van egy kis probléma. Hogyha szeptemberbe szedjük le, akkor még benne van az összes tápanyag, tehát az összes szénhidrát, amit a szezon folyamán a növény elraktározott. De mondtam, hogy télen, mikor a növény idézőjelbe kikapcsol, akkor ő abból él. Olyan, mint a mókus. Mókus összegyűjti a magvakat télére, és akkor mikor van a legtöbb mag a mókusnak a, a tulajdonában? Hát össze. De utána folyamatosan azt teszi tavaszig, és tavaszra már nagyon kevés van neki. Na pont ez van a veszőkkel is. Hogyha ősszel szeptemberbe vagy októberbe szedjük le a veszőt, amit dugványozásra akarunk használni, akkor több szénhidrát van benne, tehát ha eldugványozom, akkor jó eséllyel képes lesz kinevelni a szükséges gyökereket itt a végén, amire én vágyok. minél későbben veszem le a veszőt, annál kevesebb a tápanyag, és annál kisebb esélyem van arra, hogy sikeres lesz a gyökeresztetés. Aztán majd, amikor megindul a netzkeringés tavasszal, úgy márciusba, akkor megint kezd jó lenni a vesző, hiszen a növénynek első dolga az, hogy teletömi magát szénhidráttal, tehát jól lakik. Megindulnak a levelek, ugye, stb. <kül> tehát lényegében bármikor lehet veszőt szedni, szeptembertől márciusig, de az ősszel leszedett vesző az jobb. Na most az a helyzet viszont, hogy ha ősszel szedem le, mondjuk októberbe, azt nem akarom azonnal eldugványozni. Miért? mert akkor megindulhat, és én azt szeretném, hogy az akkor induljon meg, amikor jön már a tavasz, mert ugye dugványozás közben óhatatlanul is itt az újamnál látszik, megindulnak a felső rügyek, és akkor az történik, hogy ha nincs elég napfény, vagy nincs elég meleg, vagy jó környezet, akkor tönkre megy a dugványom. És hogy lehet elraktározni a szeptember-októberben leszedett veszőt? Hát legjobb módszer szerintem, hogy a mai, manapság már az dívik, hogy betekerjük egy papírba, amit megnedvesítünk, utána az egészet betesszük egy zacskóba, és betesszük a hűtőszekrény aljába, kb. 3 fokra, és ott hagyjuk telelni. Ez is egy verzió. De aki nem ezt szeretné, akkor azt úgy is lehet, hogy egyszerűen beletesszük mondjuk egy ládába, beborítjuk, tehát lényegében eltemetjük ilyen enyhén nedves homokba, és aztán ezt a ládát úgy, ahogy van, mondjuk elássuk a földbe. Vagy valami olyan helyre tesszük, ahol ilyen, ilyen 0 és 5 fok körüli hőmérséklet van. És akkor az úgy tökéletesen áttele. Tehát azért van az, hogy az ősszel szedett vesző divatosabb, mert többen az energia, de ez nem jelenti azt, hogy a, több, vagy a télen szedett vesző ne gyökeresedne meg. Na most azt mondtam, hogy a frissen leszedett veszőt, ha azonnal eldogványozom, az 5 kötője 6 hét alatt ö, jelenik meg itt a kallusz, és aztán jönnek a gyökerek is. Hogyha viszont a veszőt leszedjük még szeptember októberbe és egész téren ugye homokba vermelve vagy a hűtőbe tároljuk, majd mondjuk februárba eldogatjuk egy védett helyen és ö, gyökeresíteni szeretnénk, akkor tudnunk kell, hogy a veszőnk lassabban fog kalluszosodni. Tehát hiába ugyanazt minden, ugyanúgy megsebzem, ugyanúgy mint, Mondok egy példát, egy konkrét példát. Tegyük fel, hogy ezt a veszőt itt a bal kezemben, ezt szeptemberben leszettem, és nedves papírba, göngyölve, zacskóba, utólag göngyölve, a hűtőszekrényben tároltam februárig. Ezt a veszőt tegyük fel, hogy most februárban kimegyek a kerbe, és most vágtam le ebben a percben a fáról. Ha mind a kettőt elduggatom, akkor amit most vágtam le a fáról, az 5-6 hét alatt megjelenik a sebzésein a kallusz, és elkezd gyökeresedni. De amit szeptemberben vágtam le, és eltároltam, majd gyökeresíteni akarom, az jellemzően lassabban fog megindulni. Tehát a sebzés helyén lassabban jön egy meg a kallusz és a gyökerek. Általában akár 10 hét is lehet ez az időszak. Tehát ha frissen vágom le, 5-6 hét, ha eltárolt vesző gyökeresítek, fás növényről beszélünk, tehát fákról, akkor 10 hét is lehet. Tehát akár kétszer lassabb, mint ez. Ugyanakkor ennek van egy előnye, nagyobb biztonsággal eresz gyökeret, hiszen rengeteg benne a tápanyag, mert akkor szedtem le, amikor még tele volt szénhidráttal. Ez gyorsabb lesz, nagyon hamar megindul a másikhoz képest, de lehet, hogy nem jön neki össze, hogy gyökeret hozzon létre, mert mielőtt a gyökér megjelenne, már kiürül szénhidrátból a vesző, és mondjuk megáll az egész dolog a kalluszosodással, és nem lesz belőle gyökér. Tehát mindegyiknek van előnye is és mindegyiknek van hátránya is. Na most, miután ezt az elméletet nagyjából megbeszéltük, én arra gondoltam, hogy meg is mutatnám, ugye ezt január 18-án tettem oda ezt a néhány veszőt csak a videó kedvéért, megmutatnám, hogy hogyan néz ki most február, hanyadika is van ma, 11, ha nem tévedek, február 11-én megmutatom, hogy hogy néznek ki, a veszők, és hogy néz ki az a bizonyos sebzés helyén létrejött kalluszosodás, amiből aztán törnek elő a gyökerek. Na néhányat kiszedünk és megnézzük. Na no, akkor lássuk. Tehát például ez itt, ami a kezembe van, ez egy körte vessző. Látjuk, hogy itt megindult egy rügy, sajnos, ebből már lehet, hogy nem lesz semmi, de lehet, hogy igen. A körte fajta, amit itt le Szúrtam a tőzegmohába, neve Magdolna. Ez egy régi fajta körte. Ha megnézzük a szárát, ott, ahol a sebzés történt, látszik jól a sebzésnek a helye, megdagadt. Ez teljesen normális, ez így kell történjen. És ugyanakkor, sajnos a fényviszonyok nem az igaziak, de látszik, hogy elkezdődött itt valamilyen kalluszosodás. De ez még elég gyengén áll, megy vissza a helyére nézzünk meg egy másikat. Ez ugyancsak magdolna, de már egy valamivel vastagabb vesződarab, és nézzük meg a végét. Hát itt már egyértelműen megtörtént a kalluszosodás. Nagyítsunk rá egy kicsit. Ez, amit itt látunk, ez, ez a kallusz. Látjuk ezt a fehér valamit? Ez a seb lényegében a ledugatott növényünkön, itt is jól látható. És ez az, amiből aztán majd a gyökerek kis idő múlva át fognak törni. Amikor már ez a kaluszosodás megtörtént, innen körülbelül 7 kötője 10 nap múlva megvan a gyökér. Ez is szintén Magdolna körte. Nézzünk meg még valamit. Ez itt például egy cseresznye vesző, amit leszúrtam. Ha megfigyeljük, itt is megtörtént a megdagadása a veszőnek. Ugyanakkor itt én úgy látom, hogy még nyoma sincs semmiféle komolyabb eredménynek, ez lehet, hogy nem lesz sikeres. De majd az idő megmutatja. Még mindenképp szüksége van időre. Vegyünk még egy cseresznyét, nézzük meg az is, hogy néz ki. Na ez itt szintén egy cseresznye, ugyanaz a fajta. És ha megnézzük a, az alsó részét, ez már nagyon-nagyon erősen beindult. Megjelent ugye ez a bizonyos kallusz, amiről beszéltem. Ez körülbelül legkésőbb egy hét múlva szerintem már gyökereket fog hozni. Jellemzően, ha nem akarjuk állandóan kihúzogatni mondjuk a homokból, földből vagy más anyagból a veszünket. ha már a megindult rügy eléri körülbelül a 10-15 cm hosszúságot, olyankor jellemzően már gyökér is van általában. Ez mondjuk egy cseresznye volt. Nézzünk meg egy, nézzünk meg egy almát. Ez egy alma, a neve Granny Smith. Az a bizonyos nagyon zöld alma, amihez hozzá vagyunk szokva a szokás boltokba, ha bemegyünk, ezt szokták árulni, ez a Granny Smith alma. Látható, hogy teljesen megnyílt a sebzés helyén, és kicsit ránagyítok, és tökéletesen beindult ez a bizonyos kallusz képződés, látjuk, és ebből már ugyanúgy valószínűleg pár napon belül elő fognak törni gyökerek. Tehát ez nagyon jó úton halad ahhoz, hogy fa legyen belőle. Nézzünk meg még egyet. Melyiket? Ö, mi van itt még? Ezt a cseresznyét ezt néztük, azt hiszem. Nézzük meg ezt a kisebbik cseresznyét, ezt még nem néztük meg. Ez is egy cseresznye. Nem, bocsánat, ez, ez is alma. Granny Smith alma és látható, hogy itt is megdagadt, sőt, ha nagyon-nagyon figyelmesen nézem, nem vagyok benne biztos, de megpróbálom megmutatni, tehát itt is megtörtént már a kallusz képződés, látható remélem, és ott talán látszik, de már indul egy gyökérkezdemény. Tehát ő is nagyon jó halad. Tehát, ugye láttuk, hogy ezek jellemzően gyümölcsfák, amiket itt próbálgattam. Azért csináltam csak, hogy meg tudjam mutatni, hogy igen, nemesített gyümölcsfát is könnyedén lehet gyökeresíteni. Arra van csak szükség, hogy bizonyos dolgokat ismerjünk, tudjunk, és a nedves közeget folyamatosan tudjuk számára biztosítani. Most visszatérve a tőzegmohára, nem csak azért szeretem, mert a leglevegősebb anyag, és nagyon fontos, hogy a keresztetéskor, hogy levegő is odajusson. Ez a valószínűleg a leglevegősebb anyag, ami létezik, hanem azért is szeretem, mert nem kell vele foglalkozni. Tehát ez január 18-án egyszer meg volt öntözve, tehát akkor át volt itatva nedvességgel a tőzegmoha, és hát körülbelül, körülbelül úgy, úgy február, február elsője körül, még egyszer egy picit meg kellett nedvesítsem, és ennyi. Ez ennyi gondozás kapott január 18 óta, és látjuk, hogy hogyan gyökeresedik benne minden. Na most, ha ö, folyamatosan pici hormonnal is kezelnénk, vagy adagolnánk hozzá, akkor még gyorsabb volna a folyamat, de anélkül is, mint azt a mellékel tábra mutatja, nagyon jól lehet gyökeresztetni. És záró gondolatnak egy utolsó dolgot szeretnék még mutatni. Ugye említettem, hogy ha vesszőt szedünk, akkor mindig rügy alatt vágjuk el. Van még egy második verzió, és ezzel zárnám a videót. Ezt csak mintakép hoztam ide. Ha tegyük fel ezt a fát szeretném szaporítani, és van egy olyan vesszőnk, amit dugványnak tudunk használni, akkor van az a módszer, hogy így letörjük lényegében a letörjük a vesszőt az ágról, és ez azért jó, mert itt ezen a ponton, ebben a gyűrűben lényegében Egyrészt nagyon sok a hormon és másrészt ebben a gyűrűben nagyon könnyen indulnak meg gyökerek és ilyen esetben eltávolítjuk a nem szükséges részt és ez a letört vesző rész, tehát ez a kis talpacska ez nagyon 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 jól gyökeresedik. Tehát ezt még érdemes tudni, hogyha dugványozásról tárgyalunk. Na, hát ennyit szerettem volna most elmesélni. Mindenkinek ajánlom figyelmébe ma délután az élőt, Kisvakon csatorna élő videóját, ahol is be fog mutatkozni, kicsit mesélni fogok a, a jövő héten induló Kisvakond webshop ö, online üzletről. Hát Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, mindenkinek jó dugványozást kívánok, a viszontlátásra! <Szorítás>